Büntető podcast. Sziasztok, megint itt vagyunk, megint velem van Bruce. Hey, srácok! És hát akkor ez megint a büntető podcast. Nem mondom, hogy ahogy megszokhattátok, hogy ez a második adás, ami még csak nem is jubileum. Na akkor hát azt beszéltük, hogy az a fogjuk kezdeni, hogy. Köszönjük meg... az összes hallgatónak, aki az első részt meghallgatta. Igen. Uh, hogy még többen lesztek a jövőben. És hát meg kell említenünk, hogy hát a héten történt egy nagy esemény, egy nagy játékos befejezi a Premier League pályafutását, és hát ő egy csapatban húzta le úgymond a karrierjét, legalábbis a Premier league belül, és hát ő nem más, mint Steven Gerrard. Hát nem is tudom, mit, mit mondjunk róla, mert igazából hát reggetnek mindent lehet róla mondani esetleg számokban elmondanám, hogy mégis, hogy ki ül, de igazából ez, ez, nem fedi az egészet, hogy az egész pályafutását, ez csak Igen. egy ilyen kis áttekintés. De mégis, hát 88-ban csatlakozott a Liverpoolhoz, ami hát nem ma volt. 88-ban? És... Igen. És hát ugye még más csapatban nem is játszottam, ami azért a mai világban, a mai, mai modern labdarúgásban azért... Hát nem mondom, hogy egyedülálló, de azért igen ritka madár az ilyen. És... Eh, 98-a, nem 88-a. 88. -a. 88. Én, itt, én azt látom, hogy 80-80 itt. Ez, ez egy kicsit sok lenne, nem? Hát fia, ez egy hivatalos Liverpool oldalról nézem, úgyhogy... Nem tudom, És csak... 88-ba... Ja, jó, semmi. Már gondolom, akkor a igen, a junior, stb. jó. Jó, semmi. Én azt hittem, hogy a felnőtt keret tagságról beszélünk, de akkor juniorból, igen, igen, jó. Hát akkor csatlakozunk. Akkor attagadok nekem attagadok. vannak rosszul felírva. <laughs> Ö, akkor elmondanám, hogy a legelső gólját 1992. december 5-én szerezte, és az utolsó gólját pedig 2015 májusában. Hát még ki tudja, hogy mikor lövi. Még van egy meccse. Hát legalábbis a Liverpool színeiben biztosan. Hát még van egy meccse. Hát még mégis, mégis, ez igaz, ez igaz. Még meglőheti az utolsó utat. Most ugye a chelsea lőtte az utolsó volt, eddig úgy néz ki. Igen. Még, még ott egyet, mert hát a gurit. Hát reméljük, ez egy, egy, egy szebb hát sze búcsú mindenképpen rá. Hát igen, egy jobb búcsú jobban elállna neki, mint amit tegnap kapott az Enfield-en, mert ott a szurkolókon kívül a maradék tíz-két barlába, nem annyira nagyon akart <laughs> szépen búcsúzkodni egy hát legendától. Igen. Pedig azért ilyenkor szerintem pont a Gliában elvárás az, hogy oda tedd magad, meg hát végül is a Crystal Palace-nak már nem volt miért harcolnia, de Liverpoolnak még a negyedik hely meg lehetett volna. Így most már kétlem. Hát így már, így már kizárt dolognak tartom. Viszont euh, még egy pár adatot elmondanék róla, hogy végigis miket nyert a Liverpool-lal. 2001-ben egy FA kupát és ugyanezt 2006-ban is megtette. Liga kupát 2001-ben, 2003-ban és 2012-ben. És nyert egy bajnokok ligáját is 2005-ben. Valamint egy UEFA kupát 2001-ben. És lett a legjobb fiatal játékos 2001-ben, és a legjobb játékos, már nem fiatal, hanem tényleg legjobb játékos 2006-ban lett. Mármint az angol bajnokságon belül. Uh -huh. Ö... 119 gólt szerzett, 503 fellépésén. Nem a gólszerzés volt neki az első számú, de az biztos, hogy egy régi Gerrardnak a góljaira biztos mindenki emlékezett, mert szóval volt, volt is azt hiszem 2005 vagy a 6. szezonban, amikor né még a BL-ben ugye ötös volt, mert a nem, de akkor nyert, 2004-ben nyerte a Liverpool a BL-t, ugye? 2004-2005. Igen, igen. Na, akkor a következő évben volt, mert a címvédőről volt egy kis dokumentumfilm a akkori Bajnokok Ligája magazinban, és mondták, hogy hány olyan játékos van a világon, akiről vagy egy pozíciót, vagy a pályán egy olyan részt elneveztek, ahonnan ő garantáltan, vagy legalábbis az esetek nagy százalékában betalált. És akkor ugye elkezdték felsorolni, hogy a a védekező középpás, ugye az a Makelele poszt volt, akkor a úgymond a beálló játékos, aki rendszeresen beállt, az volt a Szulksár poszt, akkor volt ott a 16-os jobb oldalán egy terület, amit a Delpiro posznak, vagy Delpiro uh, résznek hívtak, mert onnan ő tuti savart uh -huh. mindig, vagy három gólt, és akkor volt az olyan 25-30 méterig amit úgy neveztek, hogy Gerard. <laughs> az csak a Gerard terület volt. Nagyon nagy lövője volt ennek a hapsinak, és, és nagyon sajnálom, hogy itt elmegy a Premier League-ből, mert igazából én erről már írtam, pont egy pár napja, hogy, hogy én azokon nőttem fel, akik már vagy ebben az évben, vagy az elmúlt években, vagy már visszavonultak, vagy elmentek a Premier league -ből. Hát nézzük meg, hogy kik voltak azok a meghatározó játékosok a Premier League-nek, akik, akikre tényleg, hogyha gondoltál hogy Premier League, akkor eszedbe jutott. És akkor itt volt köztük, hogy még ez most egy jó egy olyan, mondjuk azt, hogy egy tíz éve, mikor azt mondta neked valaki, hogy Premier League, akkor kik voltak azok a játékosok, akik eszedbe jutottak. Eszedbe jutott David Beckham, aki mondjuk már akkor tíz éve nem volt itt, de mindegy, előtte itt volt. Tehát David Beckham Premier League. Eszedbe jutott Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Didier Drogba, Frank Lampard, Steven Gerrard, Gary Neville, Paul Roy Keane, akkor uh, Michael Owen, Petr Cseh, stb. 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 Vagy az edzők között eszedbe jutott uh, Sir Alex Ferguson, eszedbe jutott uh, hát ugye Mourinho meg Wenger, még itt van, eszedbe jutott Rafa Benitez. Rengeteg olyan edző, meg játékos, akik tényleg a stílusát adták az angol focinek. És nézzük meg, hogy Lampard ugye két meccse van, az egyiket épp most játsza, amikor veszük fel az adást. Igen. Steven Gerrard most elmegy, Patricse el fog menni valószínű a Premier League-ből, nagy esély van rá. John Terry és Drogba, aki valószínűleg ugyanúgy nem marad, az a két játékos, akik még képviselik ezt az érát. És se tehát drogbának már nem látok olyan nagy időszakot, valószínűleg való, ez volt az utolsó éve, megint az utolsó éve. Igen. Terének meg maximum egy évet látok még, mert ugye egy éves szerződést kapott. Hogy ez, ez, mondjuk nem kérdés, de itt pont Gerard nem fel lehet vetni, hogy van most olyan játékos a Premier league akivel úgy egyben ött? Tehát, mert most jó, hogy minden évben van, mert tavaly évben mondjuk mondta az ember azt, hogy Premier League, akkor az embernek eszedbe jutott a Hazard, az Özil, akkor a ki volt még jó formában tavaly? Aguero, Jaya Akkor ha idén már azt mondják, hogy Premier League, akkor maximum még biztos... Ja, meg Suarez. Akkor ma... Ma... idén azt mondják, hogy Premier League, megint eszedbe jut Hazard, de már akkor abból a sok játékosból már átalakult arra, hogy Sanchez, aki ugye még nem volt itt, akkor Di Maria, aki még ugye nem volt itt, eszedbe jut Harry Kane, aki ugye mostanában hát egy igen, de ő meg, ért, meg a, nem a szezon elejétől volt igen, ilyen bomba igen. formában. És, és, hogy nincs az a játékos, akit hogyha mondják, akkor az a klasszikus Premier League jut mert Hazarddal, tehát most csak például felhozom Hazardot, azt mondja az ember, hogy Hazard, eszedbe jut az, hogy egy remek fiatal játékos, aki biztos egy nap a Real fog kikötni, vagy valami hasonló. <síthat> de, de, tényleg, tehát nekem ez hiányzik most a Premier league és ezért sajnálom, hogy ezeknek a játékosoknak már itt úgy mond a vége, hogy nem lesz az a játékos, aki, aki klasszikusan az a Premier League focista. Még ezt még nem lehet azért így, így leszögezni, de az tényleg egy, úgymond egy hős korszak zárul le az lassan. Is esetleg ezt a fiatalabb szurkolók, akik, akik nemrég csatlakoztak hogy a Premier League nézése vagy valami Premier League csapatnak a követésébe, azt tudná elmondani, hogy őket mi bele, vagy hát rángatta, micsoda szó ez, szóval, hogy mi rántotta be ö, őket ugye Premier League világába. Világa. Hát igen, csak mostanában, tehát igen, engetek, olyan régi szurkoló ismerősöm van, aki akit, akit úgymond, meg hát magam is ilyen vagyok, akit úgymond egy játékos Húzott magával egy bajnokságba. Hmm. És ami egyáltalán nem rossz, az, hogy az, a mostani uh, premierlige inkább már egy csapat vonz. Tehát uh, nem, nem tudom, tehát ha valaki most eldönti, most mondjuk a 11-12 évesen, hogy ő elkezdi követni League-et, és szorít most az egyik csapatnak, akkor lehet, hogy őt nem a. Uh, játékos, aki mondjuk ott játszik fogja. Tehát most lehet, hogy Liverpool drukkert nem pont egy, egy Sterling veszi Át, rá arra, hogy mi most Liverpool még, Még Drucker hogyha maradt legyen. volna ott Suarez, akkor, akkor talán. Hát akkor igen. Hanem, hanem mondjuk az, hogy beírja a, a YouTube-ra, hogy Liverpool, és kidobja neki a Univer Volkalont, ami megy ott a, stadionban minden egyes alkalom, és azt mondja, hogy engem, engem ez a szurkulói atmoszféra megfogott. Vagy akkor azt beírja az arzenáros, azt, hogy arzenál, és akkor látja, hogy ott van Wenger már időszámításunk előtt óta, meg mit tudjam én, Thierry Oni, meg Bergkamp, meg Tony Eden, meg ezek mekkora játékosok voltak, és lehet, hogy nem pont az az Alexis Sanchez fogja belevonzani ebbe a csapatba, aki ebben az évben valami fenomenális volt meg hát a City drukkerek is, akik ugye, hát ugye egy csapatnak akkor lesz a legtöbb drukkere, amikor sikeres, akik most úgy elkezdenek érdeklődni a Manchester City irán, lehet, hogy ők se, őket se Vágújró vagy fogja meg, hanem az, hogy milyen jó kis csapatot összetett, meg hogy a semmiből jöttek fel, és lettek bajnokok ugye az új tulajdonosnak köszönhetően. És hát akkor ak ez most, az most az szépen, szépen a mert... Agu Agu azért elég, uh, úgymond hát ilyen, benne, benne megvan minden, amit egy sztárba szeretni lehet azért. Nem csúnya, úgymond, azért, ugye, nők is szerethetik, azért vágja a gólokat rendszeresen, mindig hát jó, jól játszik, meg lelkesen játszik, szóval ő, 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 ő pont egy olyan játékos, aki szerintem beránthat egy ö, csapathoz. Egy hát szúrkolót. jó, csak akkor is, hogy azt mondja az ember, hogy A akkor nem az fogja Premier League, hanem az, hogy egy, egy argentin focista, aki tud gólt lőni, nagyon jól cselez, stb, stb. 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 De akkor sem az fog eszedbe jutni, hogy Premier League. Tehát nekem egy Premier elég játékos, az nekem mindig most egy jó mondjuk Zola, én engem Zola rántott, be, és pont nem Premier League játékos volt. Az nekem az, aki ez a ez a nem biztos, hogy a legjobban cselező játékos, de 30-ről 40-ről bevágja, de azt kell gondolom, a legközelebb a Premier League focistához jelenleg, és ez nagyon csúnyán fog hangzani, de jelenleg a Premier League az olyan játékosok állnak közel, mint a John Joe Shelby, a Charlie Adam, meg a Charlie Austin, meg a Harry Kane. -nak. De most te arra gondolsz, hogy, hogy angol legyen? Vagy... Nem, nem az, hogy angol, hanem hogy ez a ez a, ez a két idejűs, stílus. A... Jó. Igen, tehát ez a stílus, hogy tehát, mit tudom, Raúl Merrey lesz egy, egy Premier League focista volt. Hát ő nem sokáig játszott, csak két évet hát nem, is, nem, Minden két más csapatban húzta. Igen, de hogyha engem azt mondja az ember, hogy te hol tudnád elképzelni Raúl merre lesz, akkor biztosan azt fogom mondani, hogy a Barcelonában. Na hát, na jó, igen. mert inkább az az odarogós fajta, meg ilyen igen, kicsit... tehát nekem, nekem ezek a játékosok hiányoznak most a Premier League-ből, akik, akik ilyen... Mert most tényleg fel tudnék sorolni olyat, olyanokat is, akik sikeresek, akkor ugye terre gondolok, de nézzük meg, hogy jó, a védőknek nagy része az premiálék, tehát uh, egy Ivanovic az, teszem azt, egy uh, Mertesacker az, egy Kosielni az, egy Fermálen az volt, de ugye ő is elment. De már ugye ez a rész is kezd úgy átalakulni az angol fociban, hogy már ott is inkább a Ashley cole meg a nem tudom, a Gary neville akik ezek a felle rohangáltak, de nem izékból, már kezd átalakulni a védelem széle olyanokká, mint Filipe uh, Louis, például, vagy uh, Klisi, vagy nem tudom, a ugye volt mike a City-ben, uh -huh. akik ezek a stílusos fotbolisták, akik, mit tudom hogy a Glenn Johnson is ilyen, annak elnél, hogy angol, aki nem arról híres, hogy ő most megy, és rohangál, ez felle, felle, és ilyen, ilyen amit megoldasz, csak annyi, hogy vagy oda csúszik, vagy kirúgja a labdát, hanem olyanok, akik így felmennek, cselezgetnek, gólt lőnek, már nem is inkább szélsővidőt, hanem szélsőt játszanak. Nem is tudom, kezd, kezd átalakulni az angol foci is egy, egy ilyen kicsit stílusosabb ö, irányba. Egyébként, ami szerintem nem baj, semmiféleképpen, csak hát nyilván, akik mondjuk azon nőttek fel, mint ahogy mi is, azoknak valamilyen szinten hiányzik ez, ez, a, ez az angol foci, ez a felévelős, bevágjuk. Ö, én, tehát ez, a, ez a problémája nekem És szerintem ez volt a problémája Az angol focinak idén Európai porondon Hogy, hogy most ez nagy átalakulásban van És így, hogy ugye átalakulásban A Premier League mindig nagyon erős uh -huh. az, Azon szócsint Mert egy huszadik, amikor az első ellen játszik Akkor ő nem huszadik hát Hanem ő akkor a... úgy játszik, mint egy második Simán három esélyes Simán. minden Simán. Tehát ez mi mindig megvan Csak az a baj, hogy az első meg a második meg a. Most az összes League csapat egy-kettő kivételével alakul. Tehát próbálja átmenni ezt a stílusos focit. És ugye az, hogy nekik nincs meg a saját játékuk, mert még ugye ők is reformálódnak, így a ellenfél csapatának kegyetlen könnyű, mert nekik megvan. Tehát egy spanyol csapatnak, egy német csapatnak, Hát a franciát nem mondom most, az, hogy két francia csapat ejtett ki két angolt, mm. az, az végig úgy, hogy jó meccsük volt. Én nem, jobb volt, jobb volt mindkét francia csapat az angolnál, de nem mondom, hogy annak a két francia csapatnak meg lenne az játéka, mert utána a következő fordulóban nagyon könnyedén estek ki. Hogy tehát a, spany a, spanyol meg a német foci ezért van előrébb, mert ők, ők szikla keményen ragaszkodnak ahhoz a játékstílushoz, amit ők képviselnek. És ott nincsen. Tehát, hogyha a Bayern ugye most annak ellenére megnyerte a bajnokságot, eléggé lefelé menetben van, és náluk is lehet azt mondani, hogy próbáltak alakulni, mert ugye amit a Henkes képviselt, az nem ugyanaz, amit a Gárdiula képviselt. De szerintem náluk az inkább visszalépés ilyen téren egyébként, meg szerintem az, hogy ők náluk az is közrejátszott, hogy az erők túlnyerték magukat. Szerintem egy idő múlva az, hogy egy csapat ennyire sikeres minden téren, meg gyakorlatilag alig van ellenfele, és az, az is csak az országán kívül kell keresni, azért az idő múlva van, ez negatív hatással van. Jó, de, most, de most nem, nem, arra akartam világítani, hogy most mi lehet a hibán, hanem az, mm. hogy, ők ragaszkodnak. Tehát a spanyolok azok ragaszkodnak, hogy ők bármit, bármikor ki fognak esni, akár, vagy egy darab spanyol csapat nem lesz, vagy ugye láttuk, hogy a spanyolok milyen szégyen teljesen estek ki a vb ről őket nem fog érdekelni. Akkor is ezt a passzolgató, stílusos, cselezős spanyol focit fogják játszani. Ha a németek megnyerték most a VB-t, de látjuk, hogy a Bayern bukdácsol, biztos benne, hogy a németek nem fogják azt mondani, hogy na jó, akkor mi szokjunk le erről a klasszikus német fociról, hanem azt fogják mondani, hogy akkor inkább menjünk el erre vagy arra az irányba. Azt mondta, hogy erre vissza tudnál vezetni, hogy az angol csapatok most miért nem sikeresek? Én erre vissza tudnék vezetni, mert nézd meg a 2008-as BL szezont, amikor a United, az Arsenal, a a Chelsea és a Liverpool voltak az elődöntőben. Megnézed azokat a csapatokat, megnézed azoknak a játékstílusát, sehol nem volt az, tehát hogy, hogy álltak fel azok a csapatok, most így csak fejből mondok pár játékos, akik ott voltak. A Cristiano Ronaldo kivételével, meg talán Nani kivételével, az összes játékos, ez a beton, kemény szívvel, lélekkel, angol focista volt, mármint nem hmm. úgy, hogy angol származású, hanem a Premier League Tehát most, Mondok a Liverpoolból, ott volt a Kereger, aki pont angol. Akkor most mondanám, hogy ott volt Gerard, ott volt uh, Milán Báros, azt hiszem akkor még ott volt. Akkor ott volt a uh, nem tudom, a Csabi Alonso, aki ugye ez a akkor a Dirköjt, a Torres, stb. A Torres jó, ő már egy másfajta, fajta stílus volt, de Torres is alkalmazkodott az angol focihoz. Akkor átmünk a United. Hát inkább mondhatnám azt, hogy Liverpool alkalmazkodott Torreshez, mert ott azért szerintem az, az a Chelsea-ben később látszódott, hogy ha nem játszanak ennyire alá, akkor. Jó, de ez egy... már megint úgymond egy másabb, másabb téma hát Akkor átmünk a United, volt volt a Poszkosz, a Ryan Giggs, akkor a a Ronald mondtam, ott a Wayne Rooney, a klasszikus, a klasszikus, na mondjuk ő az, akire gondol az ember, most tényleg javítom is magam, hogy a Premier League azt mondod rúni, akkor őt nem képzeled el a Barcelonában, a Real hát vagy a Bayernbe. Akkor ugye Hű. még a kapusok is, tehát a Edwin van der Sar, a Petruccia, a Pepe Reina, ezek pont azok a kapusok voltak, akik, akik megfogalmazták a Premier league et Vált a Chelsea-be, ott volt a Makelele, ott volt az Essien, a Drogba, a Ricardo Carvalho, akik ezek a Alex. Alex klasszikusan az volt, aki <laughs> ez a, Ez a... Hát neki a szabadrúgás ahhoz volt, hogy megnézte, hogy hova lövő, nem csak meglőtte és menjen. És eltállt a kaputak, az általában gól volt. Igen. És ő is elment a francia bajnokságba, a PSG-be, és így egyszerűen összedölt. Nem, nem. Tehát szétesett. Cserzőbe kezdő volt. Védő. Na mindegy, ez más tépet. Ez, ez az, angol foci volt, amikor az angolok a saját játékokat ráerőltették az ellenfél csapataira. Viszont most, mivel még ő maguk se tudják, hogy milyen játékot kéne játszani. Így így nehezen mészek. Igen, a ebben, ebben látok némi ö, rációt, mert mondjuk ha megnézed a Chelsea inkább a, véde, a védekezésére épít, meg a, meg a, a biztonsági játékra. Utána rögtön ö, a United, aki próbál szép játékot játszani, de ők nekik meg a védelmük fog mert a középályok azért viszonylag átjárható. Akkor ott van az arzenál, akik viszont szép focit játszanak, viszont ők se, ők, se, ők se tudnak mindig betalálni, és nem tudják azt a maga biztos. De épp ez az, hogy az arzenál is, amikor bajnok lett, én tisztán emlékszek, mert abban az évben kezdtem el követni a Premier league és folyamatosan nézegettem a magazint, amit már az előző részben mondtam, hogy az az arzenál az közel nem játszott olyan hű de szép focit. Csak megfogták, bevágták azt a két gólt, amivel megnyerték a meccset, és kész. Hát meg olyan játékosai voltak, akinek nem is kellett megmondani, hogy mit csináljanak a pályán. Persze, persze. Na jó, szerintem ezt megint Lépint hosszúra húztuk. <laughs> szóval akkor ez nem is végig, nem is csak Gerárdról szólt ez az első jó pár perc, hanem inkább egy kicsit az angol. Végül Gerardról ki az, hogy... De Gerardról építettünk át ide valahogyan, szóval igen, esetleg, hogy gondoljátok, írjátok meg, hogy nektek, ha főleg a Liverpool szurkolók hallgatnak minket, hogy ti mit gondoltok Gerardról is, hogy ö, nyilván mennyire fáj nektek ez, de hogy tényleg egy, egy hős korszak végét jelenteti a, ezek a játékosok visszavonulása, meg eltűnése a Premier League-ből. Na, viszont ö, így, hogy Gerádról beszéltünk az elején, így csak két random kérdést szemeltem, vagy választottam ki és ezek szorosan össze is függnek, és ezek talán mindig aktuális kérdések is. Igen. Az első így szó, hogy ki a jobb játékos jelenleg? Messi vagy Ronaldo? És inkább így is feltetném, hogy ki a legjobb játékos? Nem, nem, nem szeretem az ilyen típusú kérdéseket, mert én, én teljesen úgy vagyok ezekkel a ki a jobb játékos, ki a legjobb játékos ebben az évben, abban az évben, hogy, hogy ez, ez csapat toknak a kárára mehet. Az, amikor fogod, és akkor most te lettél a legjobb játékos, és akarva akaratlanul ott van azért a többibe benne, hogy hát és akkor én mi vagyok. És most jó, hogy a többi játékosok mikor épp átveszik az aranylabdát, vagy ezt azt a díjat, akkor azt mondják, hogy köszönöm a csapatnak, meg minden. De azért nem mondja már nekem senki, hogy nincs olyan játékos, aki azt mondja, hogy de ott lennék én is, vagy hasonló. De mindegy, nevezessük el, hát hogyha Rövidre akarom fogni, nekem nem csak ö, jelenleg, de úgy nyugodtan mondhatom, hogy aki valaha élt és játszotta ezt a sportot, és profi szintre ért, azok közül szerintem a legjobb játékos mindig is Lionel Messi lesz. Igen, ebben én is egyetértek és kicsit reménykedtem, hogy más fogsz mondani, de nem. Akkor ebből nem lesz vita. Ebből nem lesz vita, mert igazából senki ne vegye el Ronádótól azt, ami... De, de persze, nem akarjuk elbagatalizálni az érdemeit. Igen, tehát... Ronádói remek játékos, Ronádói volt, Ronádói remek játékos lesz, és Ronáldóra mindenki emlékezni fog, aki a focira gondol. Neki talán a legnagyobb átka az, hogy messzivel egy időben játszik. Mert hát egyébként, ha, ha mondjuk egy tíz évvel később születik, vagy mondjuk csak egy öt évvel, később kezd el játszani, akkor lehet, hogy mondjuk nyilván akkor, akkor, lehet, hogy nem ilyen, ugyanilyen játékos lenne, még, meg, szóval nincsen, ha a focban. Biztos, más egymás de, húzták azért rendesen. De igen, igen, ezért nem tudom, látod-e azt a filmet, hogy a hajsza a győzelemért, ez a Rásnevű film. Ez is, ez most kicsit gyors off, szóval ez, ez két formegyes versenyzőről szól, és ők is... Nem az Aiton Ö, nem, nem, nem. Nem? Jó, akkor nem jártam. Egy másik film. És, na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy abban is elhangzik a végén, hogy két ilyen klasszis ö, versenyző egymást húzza, mert egymás nélkül talán nem is lettek volna nem, ilyen szem. jók. És szerintem ez, ez, ez igazad van ebben, hogy ez igaz rájuk is, hogy... Nyilván, nagyon ösztönzi őket az, hogy, hogy nyilván az is, hogy ők egyikén is szeretnének mindig jobbak lenni, de az, hogy, hogy, hogy mondjuk nem tudom Messi-t mennyire, mert messzi nem, nem, tudom, hogy egyáltalán ő, ő, nem tűnik annak az formának, akit ez annyira motiválna, de inkább Ronaldo az, aki, aki mind, mind, ő rajta jobban látom, hogy mindig akar bizonyítani meg. Jó, ő. de ez, ezért is, tehát annom Ibrahim volt egy ilyen nyilatkozata is, teljes mértékben egyetértettem vele, hogy Mindketten remek játékosok, egyikük se mondja el azt az embert, hogy, hogy rossz. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy messzi jobb valamiben, akkor ott nem azt érted, hogy Ronaldo abban rossz, mm. hanem Ronaldo abban csak nagyon jó. Messzi meg jobb, a nagyon jónál. Kicsit, de, de, már, de nem is egyforma stílusú játék. Igen, hogy így, uh, Ronaldo, ő, ő ez is akkor ez már az Ibrahim szavai, hogy ő, ő inkább a média embere. Messi pedig a foci. Tehát Messi képviseli azt, amit a focinak lennie kellene, Ronaldo meg képviseli azt az edzést, meg azt a szívet, lelket, amit beladnak az emberek fociba, amit ez a média nagyon szépen fel tud kapni. Tehát, hogy csinál belőle egy filmet, vagy kettő filmet, vagy készítenek vele egy riportot, hogy ez a fiú, ez a semmiből jött, és feledzette magát, és hogy itt volt ott ugye a végén is valami olyasmi, hogy Mit tudom, hát már nem tudom hány film készül belőle minden, és így messze is megcsátod a dokumentumfilmet, csak hogy jó olyan, tehát ez a neki is jó sztoria van, mert ez a gyerek, aki apró volt, és gyógyszereket kezdte, és a kezelését kifizette neki a Barcelona, és milyen hálás a klubnak, meg minden, stb. stb de úgy, úgy, amikor az ember messzire gondol, akkor úgy nincs benned, hogy ő milyen kemény, biztos kemény jelent. Mert tőle, de, nincs tőle, tőle valahogy természetesen jön ez Igen, az tehát nekem az, ne? az Ha így született volna, hogy ő igen. egyszerűen focizik, vágja a gólokat, mindenkit lecselez, nem lehet megállítani csak a felököt. Tőle olyan természetesen Ronaldó meg, Ronaldo meg látszik, hogy a rengeteg edzésnek köszönheti még Igen. Mit ezt. Igen. Hát ez is az, ez, ez is szokták mondani, hogy Ronaldum milyen arrogáns, minden. nem arrogáns, ő csak, neki ez a stílusa, tehát most az, amikor leveszi a meszt, és akkor így örül meg minden, ezt, ez nem fogod látni, mert neki is vannak, mit tudja, mi most is volt a pályán ellen, amikor belőtt, hogy így rohant végig, ment a szurkolókhoz örülni, meg minden, meg még mai napig bennem, amikor a Unitednek lőtte a gólt és megy, és így kijött magából egyszerűen messzi, így szétütötte a zászlót, nem <laughs> terülni, de nem a, azt látod, hogy fogja levenni egy, a mezét, feszítene, izé, megy egy, össze, fontos, össze. egy fontos gól, felszabadító olyan érzéseket, amiket, amiket, egyszerűen így, e, ki a a biztos, játékosok. és ezzel bárki ezeket, hát, de nem hiszem, hogy túl sokan nem értenek egyet, hogy mindketten meghalnak a focért is, és nagyon-nagyon szerencsénk van, hogy láthatjuk őket játszani, mert ez mert így van. én, én szerintem ha ez a két játékos nem lenne, akkor a foci se lenne ott, ahol. Na akkor meg lenne másik legjobb, akire ezt mondta. Hát ez is olyan dolog, hogy voltak náluk jobb játékosok, szerintem. Csak egyszerűen ők össze, hogy mondjam, össze hanyatlottak. Tehát én nekem mai napig van egy olyan, hát nem az, hogy gyanúm, de egy olyan érzésem, hogy ennél a két játékosnál csak egyetlen egy játékos lehetett volna sokkal jobb, annak a srácok pedig azon, hogy Ricardo KK. Uh -huh. Viszont ő vele meg valami történt. Tehát miután ő eljött a Milánból, ő lehet, hogy ez volt a legrosszabb döntés. Hogy ő ez a Milánból. hát ő, nem is akarta, ő nem is akart átmenni a Milánból, tehát, te... csak a Milán eladta konkrétan. Igen, tehát messi ez volt a jó, hogy ugye Messinek, most mindenki mondja, hogy ő még nem bizonyított másik bajnokságban, minden, stb. stb. De nézzük meg az érem másik oldalát, hogy lehet, hogy Ronaldónál bejött, hogy váltott egyet, és ott is megmutatja, mire képes. Viszont kk meg nagyon nem. Na igen, de mondjuk messzi, miért, miért is akarna elmenni a Barcelona-ba? Szará, nyeri magát ott, tényleg, szinte két évesen nyer miért? valamit, meg ott mindenki szeret egy istenként kezelik. De meg Igazából azért, meg gondolj, már, gondolj már bele, hogy most van egy csapat, ami úgymond megadta neked kiskorodtal az esélyt, hogy játszál európai szinten, kifizette az orvosi kezelésédet, stb. stb. Miért lennél úgymond olyan, hogy fognád magad, és eljössz csak azért, mert a kritikák azt mondják, hogy te mondjuk a Premier league ben nem állnád meg magad. Hát mi az Isten érdekel téged? Persze, főleg, hogy most a Premier League egyébként ö, nem szerint nem erősebb Igen. bajnokság a spanyol bajnokságnál. Hát, ja. ez már megint másik téma. Ebben. Ja, igen, igen. Jó, hát csak ugye ez, ez tartozik az is, hogy, hogy miért menne el úgymond egy kicsi vagy egy gyengébb amikor most a legjobb a játszik, az egyik legjobb csapat. Az biztos, hogy amíg ez a kettő profi szinten fog játszani, addig az egyéni címeknek semmi értelme nincsen. Igen, gyakorlatilag tényleg a fel, egy pénzérme feldobás, hogy melyikük kapja gyakorlatilag. Igen. Tehát most ez a... Ez a... Mit tudjam én, régen most belegondolok, hogy mikor lőtte, most így saját, ugye, saját csapatomból jut eszem, amikor Lampard négyet lőtt a Boltonnak, vagy hármat, bocsánat. Mm. Hármat lőtt a Boltonnak, és hetekig lehetett róla csámcsukni, hogy három gólt lőtt. Hát milyen állat, három gólt lőtt. És ez a messi nem meg ronaldo ez meg csak ilyen, kimegyek, ki... és most mondjuk ötnél megáll. De ja, tényleg ilyen hétköznapi tevékenység, hogy rúgják a gólokat, de egyébként, ja. tényleg, egyébként, az, hogy amit mondtam is, hogy ugye mindez olyan természetesen, hogy tényleg ahogy nézi az ember, olyan könnyűnek tűnik az egész. Ezt tudom, ez, ez, is a... is egy, ez, is, egy, sablon duma, hogy de tényleg az ember, ahogy nézi a játékot, ez is ez, is ez ugye... igazából ezt meg lehet csinálni tökre. Ronaldo meg olyan, hogy ez, ő, 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 ő előadja, meg ahogy csinálja, azért ő, ő, ő tűnik skillesebbnek, mert messzi olyan, mint csak elszaladna az emberek között. Igen, nyilván, hogy mozgatja a lábait, meg abban rengeteg technika van, de Ronaldo jobban látszik. Pont, ezt akartam mondani, hogy Ronaldo, ő, őt látod, hogy, hogy volt is egy ilyen, és, nem mondja nekem, tehát nem azért mondom, hogy esetleg ez valaki Ronaldo fanatikus hallgatja, hogy, hogy nem, szóval ezt azért mondom, hogy én most ennyire nagy messzi fanboy lennék, mert egyiküket sem szeretem egyáltalán, viszont mindkettő egy tisztelem. Viszont amikor Ronaldo megnézed, hogy megkapja a lábdát, és megcsinál 30 cselt, gyönyörű cseleket, és nem jut előre. Messzi egy darab. Tehát messzi én még életemben nem láttam mondjuk egy bicikli cselen kívül mondjuk egy rulettet, vagy valamit. Nem, ő megfogja, oda teszi a bokájához a labdát, és elindul vele. Tol egyet, jobbra, tol egyet, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, és elment hatvédő mellett. <laughs> és ezek is vannak, tehát ezt tetszik, hogy most már amikor az ember arra gondol, hogy cselező, képes játékos, akkor nem mindenki arra gondol, hogy az a Ronaldo fajta, vagy a Ronaldinho fajta, hanem már vannak ezek a Messi stílusúak is. Mondjuk az Eden Hazard. Igen, És de. ez majd úgy szépen átvezet minket a következő témánkra. Akkor hogy... viszont lassan át is térhetünk, de viszont Égen. akkor a, a válaszunk, mind a fel, hogy messi. egy picivel, tényleg csak egy, egy, egy hajszállal, de szerintem hát ebben a szezonban messzi. bőven Messi, de, de úgy, hogyha de úgy átlagban úgy beszélünk, akkor is. igen összességében akkor is lesz. szerintem. Nem sokkal, egy, tényleg csak egy parasz hajszálat, de egy picivel jobb szerintem messzi. Ha mindenképpen Nyugodtan lehet el. velük veszekedni, változhat a véleményünk. Persze, meg lehet győzni. Jó pénzért bármi. <laughs> Na akkor szóval, akkor át is a következő kérdésre, ami ugye, ahogy mondtad, is szervesen kapcsolódik. Kik lehetnek a következő legjobbak? hát ennyire legjobbak szerintem az elkövetkező hogy x évben nem lesznek. Tehát olyan játékosokat, mert itt, itt bírom, hogy én mindig mondtam ismerőseimnek, hogy én úgy érzem, hogy amikor meg már házár, már Messi meg Ronaldo abba adják a focit 62 évesen, vagy nem tudom. 500 ezer rugott góllal hátuk meg. Igen, még akkor is úgy érzem, hogy amikor a labdát odaadják, akkor csak a nevük miatt meg fogják nyerni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy mennyi olyan év volt az elmúlt 5-6 évben, amikor egyikük se érdemelte meg, legalábbis volt egy játékos, aki jobban megérdemelte, mint ők, és egyszerűen szóval a nevük Égent, miatt csak, megkapták. Csak az, hát nem csak a nevük miatt, az, hogy ő konstant is ilyen jók az a játékos, meg ugye egyénileg Jó, önmagához, de... önmagához képest nagyon jót nyújtott, de messzi meg úgy, úgy kisújból kicsivel jobb volt nála. Hát jó, de ne, tehát én ez nem tudok el egyetérteni. Az aranylabdának az lenne a díja, a dolga, hogy azokat a játékosokat, a játékosokat díjazza, akik abban az évben csapattilag, meg egyénileg is elértek valamit. Most mondja már nekem valaki azt, hogy teszem az 2010-ben, amikor az Inter triplázott Murignyóval, meg a holland válogatott ott volt az VB döntőben, és a VB egyik legértékesebb játékosának választották Wesley Snydert, akkor abban az évben ő nem érdemli meg az aranylabdát. Vagy menjünk tovább, három évvel utána, amikor a Bayern csinálta meg ugyanezt a téplázat, mert vette Frank riberi nem tudom hány millió rekordot megdöntött a Bayernbe, akkor sem érdemli meg az aranylabdát. Ez, ez, most már tényleg arra ment, hogy, hogy és ez is okos, hogy most mondják, hogy te abban az évben Ronaldo 200 volt lőtt. Nagyszerű, van egy aranycipő, és majd azt megkapja. De semmit nem nyertek. Vagy most nyert egy bajnokságot, nagyszerű, de ennek nem az a lényege. Az utolsó jogos aranylabdát, amit kiadtak, most vegyük ki Messi-t és ronaldo a keretből, az a Kakáé volt és utána voltak, tehát én azt mondom, hogy voltak olyan évek, amikor megérdemelték, de nem négy-három arányban kellett volna ezt elosztani, hanem lehet, hogy mondjuk három-kettőbe. Mert az, hogy tavaly megérdemelte Ronaldo, meg tavaly ott megértem a Ronaldo, az kétség kívül, de két embernek be kellett volna közéjük férkőzni. Az egyik szerintem Wesley Snyder volt 2010-ben, és három évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt Frank Ribery. Ez a két játékos, ez megérdemelte volna, és pont lehet, hogy erre lenne szüksége most a focivilágnak, hogy egy aranylabdát valaki más megkapjon. Igen, mert le... nem fog... lassan benn... az aranylabda tényleg olyan, hogy, amit ugye mondtunk, hogy tényleg lassan csak kettőjük között dől el, és egyébként ez emiatt veszít is az értékéből, mert igazából Igen. most valakit jelölnek aranylabdába, akkor kámi megvonja a vált, hogy pff, úgy, is, úgy nyerem meg, mert gyakorlatilag új kettő kettőjük között dől el. És ez em emiatt is emiatt a baj, igazodban... hogy emiatt is, ezért mondom, hogy amíg ők játszanak, amíg ők nem vonulnak hivatalosan vissza, addig nem fognak ilyen játékosok meg kinevelődni, mert most is vannak úgymond pályázók, de mire, tehát most nézzük meg, azt hiszem Messi 20, 28 éves talán. Igen, azt hiszem, is, és Ronaldo pedig 30 kereken. Tehát Ronaldo, ő igen 30, Messi meg 27. Hát könyörgöm. És nézzük meg, hogy most mondjuk olyan játékosokat, akik uh, uh, szóval indulhatnak az. Én azt mondom, hogy az egyik az Neymar. Igen. Nézzük meg Neymar: 23 éves. 4 évvel fiatalabb, mint Messi. Ez azt jelenti, hogy mire Messi mondjuk 34 éves korában úgy dönt, hogy oké, okay, én most abba hagyom, addigra már Neymar 30 lesz. Egy 30 éves játékos nem fog nagy eséllyel indulni egy aranylabdán, jó, most ők annyik, de ők másak. Ronaldo most 30 éves, és mondjuk négy év múlva az, arra dönt, akkor viszont még messzi játszani fog. Erősen. Mm -hmm. És nézzük meg, hogy akkor még kik vannak. Megnézem Hazardot például. is Hazard 24 éves. éves. Nem? Tehát neki három év. Akkor nézzünk még más játékosokat, mondjuk. Én azt mondom, hogy a Mario Götze is ott lehet. Jó, most mondjuk kegyetlen rosszul, vagy neki. 22 éves. Ő, jó, ő még mondjuk, ez. Meg... Én, én, nekem a Thomas Müller mindig olyan volt. Még Megnézem egy, most... nekem én is kedvelem a játékát. Ő szerintem ő, ő, ő elférne a Premier League-ben egyébként. Csak Thomas Müller most... 25 éves. Tehát ott van Neuer. Na igen, ezek mind nagyszerű játékosok, de... Tehát hogy ezek ha... mind úgymond ott vannak, hogy simán átvetnék a helyüket, hogyha 10 évek később születnek. Igen, szóval hát azt mondod, hogy jelenleg nem is tudnám olyan labdarúgót mondani, mondjuk a Tudnék mondani, de amíg ezek játszanak, addig fölösleges. Én fel tudnék sorolni olyan játékosokat, kettő van, az a Hazard és a Neymar. Én is rájuk gondoltam egyből egy. Ez az a két játékos, akik úgymond, ha ők visszavonulnak, akkor még úgymond megszerethetik a focit az emberekkel. De az a baj, hogy Mire visszavonulnak ők is. visszavonulnak már, ők is. És a jövőről meg hiába beszélnek, meg nem tudjuk. Tehát most itt is van az Ödegár, meg a Halilovics, meg a nem tudom hány fiatal tippünk sincs, mi lesz velük, mire. Tehát... Persze, mindig lehet egy nagy bukta még, mert hát ez így szokott a semmiből. Lehet, hogy most ott van a Inter C csapatában egy srác, akire senki nem gondol, aztán debütál, itt, tudom én, itt, van a Tibala vagy Dybala, nem tudom, hogy kell kiejteni. palermo játszik, 21 éves srác. De igen, Senki de... nem tudja, hogy ki az, is a legnagyobb tehetségnek tartják évek óta. itt van Icardi, tehát azért mondom, hogy egy ilyen Mert sem... ezek a legnagyobb tehetségek, ezek is olyan tudod, hogy mindenkire ráaggatják ezt, hogy minél drágában vegyék meg majd idővel. Mert annó Szalaira is mondták, hogy ő az új ízé, Ibrahimovics, ezt azért, azért nem mondjuk, ne hozzuk már össze. Ez volt, na? No? Vajner volt? Bajner. Én úgy emlékszem, Szalaira volt. Én, szal... én, igazából még most is a... Tehát már no, most lehet, lehet hogy mindkettőjükre mondták, szóval ez... Már most vannak úgymond esélyesek arra, hogy kik lehetnének azok, aki átveszik. Tehát uh, én neimárom meg Messi, vagy Neymarom meg Hazáron kívül Aguirót is ide mondanám. Tehát Aguiró is évek óta különbséget jelent. Vagy Igen. Suarez. Csak hát rossz időszakban értek. Ez ugyanolyan, mint mikor Pelé játszott, vagy Maradona. Tök mindegy, hogy mi volt a neved. Jó, ott mondjuk nem volt a labda, de akkoriban is remek játékosok voltak. Tehát, de mindenki miattuk szerette a fot. Igen. Szóval ez, igen, mindig van egy-két játékos, nekik a Ez sem is olyan, mint hogy, ezzel a sporta. Hogy Most volt ugye a VB döntés, az Argentína. kikaptak, és mindenki arról beszélt, hogy ez mekkora nagy bukás Messinek, meg Argentinát, meg minden. És közben ott volt Di Maria, aki konkrétan egyedül bevitte a hátán az argentinokat a döntőbe. És a döntőbe nem játszhatott. És, és ezzel senki nem törődött, mert lehet messzi. És ez ugyanígy itt van a aranylabdánál is, hogy amíg ők játszanak, addig én, én nem látom, hogy, hogy helyükbe Szóval ők valamilyen szinten valami. áldás és átok is, hogy ők, őket hát, látjuk játszani. Átok, átok meg nem nevezném, mert ilyen téren, Most hogy... nekünk nem, inkább más játékosok. Igen, odnak, tehát, talán. igen, tehát ilyen téren nem, mert példát mutatnak, meg stb. csak hát addig, addig is. Tehát én nem tudom, ezt ki mondta, hogy tényleg úgy kéne, hogy adnak egy díjat, amiben csak ők versenyeznek, meg adnak egy másik díjat, amiben csak ők nem versenyeznek. Mert tényleg nincs értelme, amíg ők játszanak. Tehát ez esetleg kéne egy aranylabdának egy olyan verzió is, ami fi, az év fiatal játékos a nemzetközi szinten, vagy ö, európai Igen. szinten, és akkor talán lenne egy ilyen, annak már talán, mert most így, hát tényleg gyakorlatilag csak ketten nyerik meg. Hát jó, csak az is De mondjuk év, év fiatal játékos, vagy valami, most gondold bele, hogy lehet, hogy a fiatalok közül valaki megkapja, de most egy szegény Ibrahimovics, vagy egy Suarez, akik már ugye nem fiatalok, vagy hát Ágúr, jó, nem fiatalok, ez erős, hát 26, meg 30, hmm. meg ilyen évesek, az még fiatal. Na de a sportban, de, a, 26 igen, az már most, középkor. Igen, és tehát hogyha most azt mondják, hogy az fiatal játékosa mondjuk, mondjuk, mit tudjam én, házár vagy valaki, akkor az ilyen szal lehet, hogy most ott van a Müller a kettő között, se nem fiatal, se nem már Na, Messi, igen, 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 hát, És, és akkor most mi az Isten csinálják? Ez is le kéne tehát, vezetni ilyen, ilyen uh, under korokra, hogy, ez mondaná, under hogy egy, egy díjat megkap Ronaldo meg Messi, amik között versenyeznek, aztán meg másikat meg megkapja valaki aki tényleg megérdemli. Na jó, az csúnya volt. Hát nem megérdemlik <coughs> ők is, mert... Megérdemlik, csak hát. Igen, de igazából szerintem ebbe az is benne van ebbe az aranylabda témában, hogy ö, gyakorlatilag nem tudják már, hogy kifejezni, hogy mennyire jó yeah. játékosok. Mert igazából évről évre valamilyen szinten ezt érzik, nem is tudom, de... nem kell velük érzékelni, mert ők tudják valószínűleg magukról, hogy milyen jók. Inkább a nép felé, meg a médiának szól ez, hogy, hogy ez a... tehát, de Igen, még, tehát... még mindig messzi a legjobb, még mindig Ronald a legjobb, ez, ez... és akkor ez inkább, ez... inkább ez a népnek szól egy. Ez, kicsit. ez nem, ez a Real meg a Barca egy tökéletes műsor. Hát igen. A semleges szurkok megnézik, hogy ki lett az év 11 e veszekednek azon, amíg ezek kiadják valamelyiküknek. De... <laughs> hát igen. Mit akartam? Lehet, hogy 11 akartam? játékos ki lehet kiadni, nem? És akkor minden minden posztra a legjobb. Pont le akartam vezetni, hogy ez most olyan a foci világnak ez a Ronaldo, mint meg Messi, mint uh... az NBA-ben volt egy olyan játékos, hogy Reggie Miller. És ő az egész uh, életi szeretett karrierében az Indiana Pacers-nél játszott, és nagyszerű játékos volt. Tehát tényleg egy remek játékos volt. Viszont volt neki egy uh, nővére, Cheryl Miller, aki viszont megalapította szó szerint a női kosárlabdát. Igen. Tehát egy olyan női kosaros volt, aki úgy játszott a nők között, mint egy férfi. És... És volt egy ilyen dokumentumfilm, és ez tökéletesen be lehet helyettesíteni, hogy a Reggie a foci világ, a Sheryl meg a Ronaldo is messzi. Hogy volt egy ilyen kis dokumentumfilm, hogy meséli Reggie, hogy még kiskorában valami hatalmas izé eredményt érte el, valami 40 pontot dobott, meg 20 lepattalon, tehát ilyen óriási eredmény volt. És akkor ment haza, a izé, persze a hogy apa dobtam 40 pontot meg és tudod, ott volt mert minden, örültek neki, ölelgették ki. És Cheryl amúgy te mennyit játszottál? Hát, egy másrésztek az apjával. Hát a nővéred egy kicsivel többet dobott, is mennyit? Ötvenet? Hát... 110. Tehát <laughs> <laughs> a csaj egyedül dobott no, 110, és érted? Gyerek haza, egész csapat játszotta, és ő meg úgy egyedül. Na úgy, ahol nincsen kihívó, vagy nincsen úgymond ellenfél, azért... Volt kihívója, mert kihívó. tehát a nem mondhatod, neki is volt ott én Nem és, tudom, én, nem, én, én semmit nem csak, semmi nem csak, sok, csak. Úgy úgymond ő volt a különbség. Hmm. És, és, ez is olyan, hogy Sheryl Miller, ő a Ronaldo és Messi, akik hogy könnyedén csinálják, bárhol vannak. A Reggie Miller az meg konkrétan egy tökéletes játékos, viszont nem tudod, ez már, hogy most maradunk megint a kosárnál, ez ugyanolyan, mint amikor Jordan. Ére volt a kosárban, hogy tök mindegy, hogy játszott Jordan, akkor is tudtad, hogy ő fogja megnyerni. Mondjuk az ennyiben jobban adja a kosárlabda a díjakat ki, hogy ott nem úgy van, hogy most fogod és az újságírók megszavazzák, hanem van egy statisztika, és akkor az szerint aki többet, mit tudjam, több pontja van, többet uh -huh. passzol, akinek jobb átlagében, az lesz az alapszakaszban a legértékesebb játékos, hogy ott az MVP-t adják. És akkor most is ott, tehát ha a adnák, akkor biztos volna benne, hogy valószínűleg nem is nézel a kosarat, de azt mondom neked, hogy LeBron James, akkor tudod azt ki. Persze. Ezért mondom, hogy... De nyilván ha, ő annyira híres, hogy... Igen, tehát akkor ő megnyerte volna már nem tudom hány ezer éve egy folytába. És így mégis azt hiszem utoljára, amikor LeBron MVP-t nyert, az három éve volt, mert azóta megnyerte Durant, meg most megnyerte Curry és ezt hiába mondom, lehet, hogy Durantet ismered, mert sok mém volt belőle, de például a... azt mondom hogy Stephen Curry, arra fogalmas nincs, hogy kicsoda. Ez pontosan így van. És pedig ő is egy remek játékos. De, tehát ezért jó, hogy a fociban is jól lenni, és csak aztán végig az ember, hogy lehet, hogy mondjuk ott lenne hogy, ezért lenne jó végig gondolni, mert hogy most lehet, hogy gólokban ők ott lennének az ég tetején, hogy átlagolnak meccsenként három gólt, de lehet, hogy mondjuk a védekezési statisztikákban, vagy a ebben a statisztikákban, vagy a abban a statisztikákban, ott nem érnének el annyira jó eredményt. És utána átlagolnánk is, lehet, hogy lájönnél, hogy hát figyelj, Ronaldo, nagyszerű volt a -e, király volt -e, de most a Thomas Müller jobban átlagolt nálatok. Szóval mm -hmm. az az egy Thomas Müllernek. De még ez is érdekes egyébként, hogy mondjuk miért, 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 általában miért támadók nyerik meg a, a aranylabdát. Mert... váró volt az utolsó. Igen, mert, mert egyébként mondjuk van, hogy van, hogy egy kapust a maga posztján sokat többet nyújt no, yeah, jelölve. Hát igen. De az is már milyen régen volt, hogy egy ilyen... Hát ki volt az utolsó, aki a Cannaváron kívül, akire emlékszel? Hát Utána jött ugye ez a Ronaldo Messi, akár Ronaldo Messi, Kaká. Hát jelölve voltak akár... védők, meg kapusok néha, néha, de. Hát jó, de a nem volt. Azt hiszem, na, utána jártam, buffon volt jelölve. Talán. Á. Kapusként nem? Meg talán Fanderszár. Hát középpályásokra még tudom, hogy. Hát így Iniesta, meg Csávé. Jó, volt, igen, hanem. igen. Hát de ők meg ugye azért nem nyerhették meg, mert Nenszivel egy csapatba játszanak. Hát ezt is megérdemelt volna, úgymond már egy jelenleg, Volt, hát, volt is egy olyan név, talán amikor triplázott utoljára a Barca, akkor Dini ezt a jobban megérdemelte volna az Igen, arra, meg hát, mint nem az, hogy csak triplázott, de akkor a vb t is megnyerték. A Spanyai. ja, tényleg, tényleg, tényleg. Szóval, a, hát ez is egy olyan, hogy ide, ide se biztos, hogy messzi. Vagy Ronaldo érdemelte meg. Na jó, van. Most végül is szóval az aranylabdáról beszéltünk mind a két kérdés kapcsán. Ö, esetleg írjátok meg a véleményeteket. Szerintem akkor vágjunk bele a fő témába, mert már megint eleget pofáztunk, megint hosszú lesz az adás. Ö, ugye hét lejátszották a BL elődöntőknek a második meccsét, így eldöntött, hogy kik játszák a döntőt. Ö, gyorsan elmondanám, hogy én utoljára, vagy se utoljára, hát én egyedül megint a Real meccset láttam, sajnos a Barca meccset megint nem tudtam nézni, sajnos a munkám miatt, meg egyéb dolgokból kifolyólag. Szóval esetleg, nem tudom, összefoglalót láttam, de esetleg beszélnél valamit a, a Bayern meccsről, vagy te láttad egyáltalán? É, persze, mint meccset, nincs olyan, hogy én egy BL meccset kiadnék, nekem ez mániám. Nekem a bajnokok ligája, az, az, az fent van. Nekem is az a top Tök favorit hogy... bajnokságom. ez hát tényleg az elit. sorozat. Én mindkét meccset néztem, és akkor kezdjük a hamarabb, hogy a Barca Bayern volt. Én biztos voltam benne, hogy a Bayern nem fog visszajönni. Tehát az hülye lett volna, ki látja, ez a Barcelona, ez most legalábbis ez úgy van, ez a Barca, hogy ezek kiállnának kapusok védőnek, tehát ezek kapnak hatat, akkor szúr, ezért uh -huh. és, és megszerezte a vezetést a Bayern, és pont, mint mondtam, egy Bayern Barca ismerősöm, mert szoktam ezeket úgy van nézni, idézőjelesen, megszerezte a vezetést a Bayern, és én odaértem, hogy figyeld meg, 10 perce marad a pályának, hogy most még egyet lőjön. Na ha 10 percig ezek nem fognak reagálni, a Barca észbe kap, és gurít kettőt. A Bayern a góljuk után azt hiszem egy kapura lövésük volt még, ami közelecske volt a gólhoz, de nem volt. Egyébként veszélyt. a mecskében milyen volt, hogy megint az volt, hogy e, ne, inkább nem, a Barca nem, dominált nem. végig, vagy... Plusz... Az volt, igazából ezt, ezt már nem lehet összehasonlítani, a Barca az úgy jött, hogy csak ne kapjunk gólt, ha megkapunk, akkor válaszolunk, és tökéletesen hmm. ez történt. Kaptak egy gólt, 10 percig miután aludtak, eltelt a 10 perc, és jött Messi Suáreznek, Suárez Neymának gól. Következő helyzet, Iniesta, Rakitic, Messi, Suárez, Neymár, gól. És kettő 1 és itt már tudtad, hogy vége van. A hát Bayern visszaesett, és utána ugye remek baj drukkerek, egyszerűen nem lehet őket nem szeretni. Éltették a csapatot is, és valószínűleg azt megkapták a szünetben is. Járdi ólától, hogy tök mindegy, nem mentek tovább, de legalább egy meccset hozzátok le a szurkolóknak, és, is tényleg egy olyan bány jött ki, de én kicsit úgy éreztem, hogy a Barca tiszteletből visszaállt. Uh -huh. Mert, mert tehát én, ami jellemző volt messziékre, hogy ők tényleg már a középpályára visszajöttek, megszerezték a labdát, és együtt elindultak felfelé, most mint hárman fent álltak. Meg azt hiszem, ezt már a fél levitte. Pedig Suarez ez adta mindkét gólt, azt már a fél levitte őt uh, Luis Enrique. Tehát már látszott, azt hiszem utána Neymárt is levitte, ha jól emlékszek. Szóval tényleg ez már csak tiszteletből ment Gárdióla felé is, és a Bayern felé is. Mert hogyha ez a Bar Barca, ez most úgy dönt, hogy kettő egy után nagyon megfogható volt a Bayern. Tehát ott még én azt mondom, hogy könnyedén még egy négyes kurit adtak volna. Szóval... Én nem láttam csak egy rövid összefoglaló, csak a gólokat azért kérdezlek, hogy milyen volt a meccs így nem. általában. Így, így az ember azt mondja, hogy, hogy én láttam önöket, hogy bezzek, hogyha a Bayern így játszott volna a kamnóban, mm -hmm. ez nem a Bayern játszott így, hanem a Barca engedte el. Egyébként mi változott a két évvel ezelőtti Bayern-Barca összecsapáshoz képest? Az edzők. Az, de, de olyan sok játékos nem mozdult. Nem, nem a edzők e, is változ, meg... Ennyit változott volna a Bayern játéka, hogy... Igen, igen, igen. Itt az edző úgymond felelőssége a csapatban, hogy henkez, de ezt már a múltkor elmondtam Gárdóval kapcsolatban, ezt tud változtatni. ezt bele tud nyúlni. ezt nem egy alapra épít. Gárdóla egy olyan edző, aki egy alapra épít. És hogyha az De, jó, az akkor, alap nem de megy, akkor nem is volt szükség, hogy belenyúljon, szóval érted? Akkor igen, gyakorlatilag, gyakorlatilag, azért akkor nézzük pont meg hát... Akkor az volt, akkor a ba Bayern iskolázta le a barszát. Igen, most, de szóval nézzük szóval meg, hogy van. akkor a barca, hogy volt. Tehát a barszából akkor volt ugye Vilamnovának a tragikus esete, hogy... Mm. Igen, igen. Ugye Guardiola az előtt ment el, és utána jött Villanova, akivel ugye tudjuk, hogy mi történt. Ez, bárki bármit mond, egy csapatot megráz. Nem, Tehát nem Villanova történt. évek óta ott volt. A Bayern meg akkor, úgymond az előtti évben ugye a Chelsea-től úgy kaptak ki, hogy sokkal jobb csapat voltak, viszont ugye a Chelsea megnyerte, és Henkesznél ez volt jó, hogy Henkes nem úgy ment be az öltözőbe, hogy hogy Na gyerekek, hát ez, nem hiszem el, pedig ti voltatok jobbak, hanem passza meg, ha most elbasztok, majd megcsinálok jövőre. És ez a nyilatkozatok között is látszik, tehát jó, most nézzük el, egy Gárdiulő Barcelonai, és jádi, jádi, adi á já, já, já. de pont láttam egy ilyen összehasonlítás kettők között Enkeszel, hogy Guardiola, amit mondott messze, hogy ez a megállíthatatlan, a legjobb, stb. stb. Ha, ha Messi jó formában lesz, akkor nem tudunk mit tenni. Henk ezt meg megfogta, és megmondta, hogy megállítjuk messzi. Pont. És ez is olyan, hogy mit tükrözöl a média és a játékosok felé. Most ugye azt mondjuk erről, hogy nem tudjuk megállítani, izé, hát akkor jó, hogy nem fogjuk megállítani. Hát Noyer úgy viselkedett, mint valami MB2-es kapus. Vagy nem, úgy két évvel ezelőtt pont, pont az volt, hogy ugye akkor a Bayern, vagy Barca játszotta a tikitakát, és a, és a Bayern az teljesen lerohanta őket, és ez nem, nem kaptak labdát, és annyira meg nem tudták. És pont most meg most fordítva volt ugyanez? Nem is az, hogy fordítva volt ugyanez, mert utána a második meccsen már megkapta a Bayern a labdát, és ugye akkor tudott is érvényesülni, de ez az, amit mondok, hogy ennyire az edző múlik, hogy Gárdula arra épített, hogy ők a Bundesliga-ban fogják tudni tartani a labdát, mert a Bundesliga-ban nincsenek jobb csapat illetve Európában is kevés. Viszont hogyha jön az a kevés, aki ellen játszik, ott nem tud fordítani. De uh -huh. ezt már a múltkori beszélgetésben elmondtam, hogy ha a bayern és minden egyes Guardiola csapatnál ez volt a baj, ha nem tudják tartani a labdát, vagy tudják is, de olyan védelemmel állnak fel, akik feltolt, vagy mi az, visszatolt, akkor nem tud mit csinálni. Ennek ellenére Henkes ugyanígy játszott szép passzolgatós játékot, de amikor mondjuk meglátta, hogy tűha ha ez a, ezek most beállnak védekezni, akkor megfogta, és nem azt csinálta, hogy a Istenem, akkor passzolgassunk még, hanem mondjuk jó srácok, akkor figyelj, Robben, te ne úgy szélről indulj be, Riberi, akkor te ne úgy szélről indulj be, meg hát jó, majd erre is visszatérek, hanem mondjuk, mondjuk, Robert, gyere be középre, és középre csinál ezt a tologatást, és így elhúzott négy védőt, és addig a szélsők, aki azt hiszem nem tudom akkor ki volt, akkor mondjuk akár a Müller, be tudott menni arra az üres területre. És ezt most nem láttad a, boss, a bayern most, mert Gárdul nem tudott ilyeneket húzni. Nem voltak meg ezek a taktikai tapasztalatai, amik helyén Tehát mm -hmm. még a remekedző, de még ilyen téren le van maradva a toppodó. Talán neki ez az, az nagy játka, hogy nem, is, nem játszott, vagy nem, nem, volt igazi kihívás az életében, edzői szinten, nem? Hogy Igen, nem, nem ez kellett ez egy torinó irányítania, vagy mondjuk egy, mit én, egy, egy Levantét, vagy akármit, ami egy kicsit kisebb csapat, amit igazán össze kell rakni, ahol tényleg taktikával kell megnyerni a meccset. Oh. gyakorlatilag olyan csapatai voltak, amik, amikkel igazából szinte nem is kellett hozzájuk nyúlni. Igen, ezt mondtam, hogy vannak olyan edzők, akik nagyját tesznek egy csapatot, meg vannak olyan Na, edzők, igen, akiket nagyját Közben azt nézem, hogy a Swansea nagyszerű hogy játszhat a cityvel, vel mert kétszer, kettő nullára vezetett a City, most már kettő-kettő. Na, és ez a vége? Nem, még a 74. percnél járnak. Na. Már mindegy, mert a tipmixen már hamarabb elszállt. Most jött perszebb... volt a City. Hát, <laughs> ja, ez megy, megy, megy most itt a Na, viszont a akkor be... euh, még gyorsan beszéljünk a második meccse és utána találgassunk a, a döntőt illetően, hogy Bárki... na, viszont ezt a meccset már láttam és itt euh, Itt vagy itt föl, <gül> <áll>. <gül> na, Szóval hogy euh, euh, ezt a meccset már láttam, és ez, ez a meccs, én úgy ültem le, mert ugye én, én még azt mondtam a meccs előtt, meg ugye múlt héten is úgy azt beszéltük, hogy igazából itt a, a Reálnak csak, csak ki kell húznia, lőni kell egy gólt, vagy, vagy igazából ő áll jobban ilyen téren. Uh -huh. És végül mégis sikerült a Juventusnak lassan átvenni azt, azt ugye, gyakorlatilag tudtak játszani azt, azt, amit ők jobban tudnak, mint a Reál saját pályáján hogy ez most nem tudom, mennyire volt értelmes, de hogy a Juve meg tudta csinálni azt, amihez ő ért, meg hogy általában az olasz csapatok értenek, hogy, hogy neki nem kell labda ahhoz, hogy nyerjenek, meg hogy, meg hogy játszanak. De ezt mondom, hogy, hogy ezt mondtam múltkor, hogy a Real Madrid ton is a játékos én nagyon-nagyon nyomás. Tehát ez is, amit és ezért nem fog nem, nem, szeretem ezt a stílust, amit ők képviselnek, hogy, hogy amit például most a bél csinálnak. Tehát egy Bélt egy olyan szezon után egyszerűen ostorozzák, meg minden élő a hibás, ami egy átlag játékosnak lehet a csúcspontja. Uh -huh. Tehát néztem egy statisztikát, hogy ezzel a statisztikával, ami neki Bélnek van a reálban, a Premier League-ben a legjobb lenne és a, a, szériában is. És akkor ezek után mégis is. Ezek után mégis ő, meg egy Cassias kifütyülnek, aki az meccs végén tökéletesen lejött a frusztráció benne, elejtette a labdát. Egy, még azt mondom, múló olyan pillanatban, ami múlhatott valami, mert hmm. lehet, hogy az hát... tudja. Nincs, a fociban nincs ha. Meg elénye... nem múlott semmi azokban a percekben. Ennek ellenére is ezért is nagyszerű edző Allegri már megmondta a juvéseknek, hogy figyeljetek, nektek semmi veszíteni valódtok nincs. Ha kikaptok, erről senki nem fog úgy beszélni, hogy csalódás, mert a reál ellen kaptatok ki. Uh -huh. Ha nyertek, akkor se veletek fognak fo foglalkozni, hogy nyertetek, a saját szurklóitokon kívül, hanem a reál hogy elbukott. Igen. És tényleg megnézed a visszajelzést, megnyerte a Juventus, tovább jutott, gratulált neki mindenki, de a Real Madrid, Ancelotti vajon marad? Fél vajon marad? Real, 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 Real. És ez tökéletes a Juventusnak. Ez egyszerűen nagyszerű. És pontosan ezért remélem, és nem csak azért, mert benne van még a Pavel időszakom, hogy megnyerik a b t mert megint mindenki biztosra veszi a Barszát, és tényleg a világ legjobb csapata jelenleg a Barcelona, viszont szóval a Juventus szívre játszik. És emlékezzünk 2010-ben, amikor egy nagyon jó bayern egy idősekkel felálló intervelt meg, olyan inter, akikben olyan játékosok voltak, akik még nem nyertek beját az életükben, már utolsó két-három szezonyokat játszották, és az utána lévő években már el is tűntek, vagy visszavonultak, de, no, de abban ott volt egy burin, meccsen, no? abban az egy meccsen, ott volt egy Allegri se rossz edző. Allegri is meg tudja mondani, hogy egy kielléninek, egy buffonnak, meg nem is mondjuk Allegri, pont igazából ezek a Igazából kell egy döntőben motiválni ilyen, ilyen tapasztalt játékosokat azért. Mert igazából kell, hát, kell, hát kell, nem vagyok benne biztos. Ilyen, vagy jó, nyilván kell, meg nyilván meg kell fogalmazni egy jó beszédet, de azért egy ilyen tapasztalt játékosnak már újat nem tudsz mondani. Ha Allegri tapasztalat lesz, akkor nem ő tartja a beszédet, a meccs előtt, hanem alkalmazza azt, amit Mourinho szokott. Ez ilyen nagy meccsek előtt kiválaszt egy játékost, és te mondjad. És nem azokat választja ki mourinho se. Tehát most nem tudom, hallottad-e, hogy az utolsó bajnoki meccs előtt, vagy az hát utolsó, ami bebiztosította a Chelsea bajnoki címet, uh -huh. ott Mourinho nem tartotta ezét, beszédet, hanem Cesc Fabregas tartotta. És ezért zseni egy ilyen edző, mert olyan kezébe adja úgymond a rudat, hogy tessék fogd meg, és taníts meg az ülőket, aki még fogalmas nincs, hogy milyen érzés. És pontosan Na, igen. ezért őszint. Aki, aki jobban akarja, mint az egyik. Igen, gyerekek. Pontosan ezért őszint, és pontosan ezért tudja felspanolni. Mert most lehet, hogy azt mondja állegő, hogy figyelj már, buffon, tartsd meg. Az az ember mindent megnyert. Ő csak azt fogja mondani, hogy gyerekek, én már ezt átéltem, én már ezt tudom. Az, az nem fog senkit inspirálni. De most, hogyha odaadja mondjuk egy moratának, Mondjuk ő is megnyerte, de nézik el ettől. Akkor, jó, akkor pont jó ember, mondtam. Akkor mondjuk odaadja egy... Pff, egy. Teveznek, teveznek, teveznek. Tevez is, is nyert United-del. Az is igaz. Mindegy, most azért. Mindegy, érted, Miratász kiukat? Tevez? Mi tevez tevező, meg tudja mondani, hogy így jártam, de tevez, mindenki temette, amikor a City-nél úgymond Mancini-vel összeveszett. És mindenki mondta, hogy mennyire pofátlan játékos minden, és lehet, hogy pont ő tudna egy jó szöveget tartani a gyerekeknek, mert eltemetett a világ ugyanúgy, ahogy a Juventus-t. Hogy mi vagyunk a legkönnyebb ellenfelek, stb. Stb. Vagy, mert például még mondanám pogba hogy adják oda Pogbának, csak hát... Pogba, most szerintem... Én nem tudom, hogy most ő tényleg leszerződött már a psg ez így. Nem, nem, azt mert... fogalmazom, hogy jól szerződött, pont ezt, hogy Pogba emiatt nem. Mert ugye elvi... elvileg ő már nem fog jövőre a Juventus játszani, szinte. Most ezt nagyon sokan biztos se veszik, hogy most pont az hát ő az a... szájába adni ezt a motiváló beszédet, úgymond, az nem biztos, hogy jó ötlet. Hát meg, ez, meg ezért szeretem az ilyen csapatokat, mint Juventus, mert mint ilyen téren, ami most a keret, hogy az ilyen sztár fiatalok mellett ott vannak a tapasztaltak. Tehát egy Pirlo, az, az még mindig egy olyan. Én azt mondom, hogy egy olyan csapat, amiben ott van Pirlo, az automatikusan esélyes a bajnoki címre. Uh -huh. Automatikusan. És lehet, hogy Pirlo nem játszik csak 20 percet, de az az embernek a jelenléte már olyan. És most még visszatérhetnénk, hogy ez pont olyan, mint Steven Gerrard, pont olyan, mint Frank Lampard, vagy John Terry, vagy Jamie Carragher, stb. stb. Egyébként emlékszel, hogy a, ezt ugye a hallgatók nem tudják, de mi a, félidőben fél időben beszéltünk egy pár szót, de direkt mondtuk, Igen. hogy, hogy a lényeget itt beszéljük majd ki, de hogy én akkor azt mondtam, vagy azt írtam neked, hogy ugye a Juventus akkor lenne esélye igazán, hogyha egy öt évvel fiatalabb Tevez, egy öt évvel fiatalabb Evra, és a többi, lenne a keretben. És akkor én, én még akkor úgy nem hittem el, hogy, hogy a Juventus hozhatja ezt X-re is, és hogy tovább juthat. Igen. És utána az egy gól után, amit játszottak, az olyan okosan csinálták, hogy és pont, hogy pont ez, 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 ez az iskola példája a, a, ezért, a régi olasz focinak. Igen, pont ezért nem fért volna be az öt évvel ezelőtti pilló, meg ezek, meg stb., mert ez a tapasztalat kellett. Na jó, igen, igen, igen. Ezt lehet, hogy rutinból hozták le, sőt, valószínűleg ez a rutinnak köszönhetik. Az a baj, Meg azért hogy... egy kicsit a szerencsének is. Jó, hát a rutinak köszönhetik, de viszont egy olyan csapattal fognak szemben állni, akik tele vannak rutinnal. Tehát messzi hiába még csak 27 éves, de a hát gyerek több, már az... több dolgon túl van, mint Ez más, tényleg az, most azt hallottam, hogy Suarez megsérült. Uh -huh. Az viszont nagy blama lehet. Mert hát... az, az a hármas nagyon összeállt. Én mindegy, én, én nem akarok, tehát no offense, én egy jó meccset akarok látni, de mivel én nagyon szeretem, amikor valaki csapak szívvel, lélekkel közé mindig úgy mond a szurkoltam szurkolott. És a Dortmund is az volt, tavaly az Atletico is úgy volt, és most is. Mert minden igazi foci rajongó, aki nem épp az aktuális csapatát látja egy döntőben, mindig a gyengének szurkol. És a, nem azt látni. Igen, tehát itt most nem a nem. Ez ugyanúgy, mint a VB-n az argentinoknak, pedig annak el, hallották itt pont ebben az adásban a hallgatók, hogy bírom messzi, jó arc, nemek játékos, Neymarral sincs semmi bajom, a Barcelonával sincs semmi bajom, de ők a világ years. legjobb csapata, de az a, ez a csapat, amivel most a Barca van, ez még három év múlva is megnyerti a Béját. Ez Juventus már nem, már jövőre sem. Ez kicsit ugyanolyan, mint amikor a Chelsea a bayern a döntőben. Hogy... Igen, meg, meg vagy... mint mondtam, az Inter, a Chelsea, amikor megnyerte a Liverpool, mikor a Milan megverte hogy ott az a Liverpool meg tudta jönni, aztán a Milan három múlva, még azt meg tudta jönni, és utána elindult a lejtő. A United is, amikor megnyerte 2008-ban olyan chelsea aki utána folyamatosan dominált, a United elindult a lejtőn, és annak hogy bejutottak még egyszer a b ott pont az a Barca verte meg őket, akit lenéztek. Aztán a Barca elindult felfelé. Tehát ez, ez így szép, amikor van egy csapat, ami csúcspontra ér, aztán jön egy kicsi, ez a csúcspontos, az még úgy is fogjuk tudni, hogy elindul felfelé, és ez a kis volt, mert valószínű már ne. És a Juventus az most pont ilyen. A Juventusban biztos vagyok szerintem, hogy az elkövetkező öt évben nem lesznek elődöntő közelébe se. Jövőre ezt biztosan tudja megismételni a 100%-ig. Nem? nem mondjuk sorsolás is így volt, de pont ezért szokták azt mondani, hogy így lett megírva nekik, hogy idáig eljussanak. Én nagyon szorítok nekik, én nagyon akarom látni Gigi Buffon kezébe azt a b én azért ennyire nem mint te, én csak egy jó meccset akarok látni, de mindenképpen jobban örülnék, ha a Juventus nyerni, mint ha a Barca. Már csak azért is, mert a Barca azért már épp, épp elég sokszor láttuk őket nyerni, meg, meg, meg tudjuk, hogy ők a legjobbak, de de jó lenne, ha... Én mindig szeretem, hogy kicsi belepiszkít a nagyok dolgába, úgymond, de azért a kicsi jelző azért kicsit pofátlan a juventus szemben. Hát, jó, mondjuk úgy, hogy a lenézett esélytelenebb csapat. Papírforma szerint És azért ez mekkora dolog lenne neki számukra Hogy, hát hogy, egy, gondolj, egy, de, hogy a, egy ilyen az, barca Az a csapat az egy olyan játékosokkal van tele Akit elutasítottak a saját klubjukban Tehát nézd végig a kezdőt igen egyébként Deveszt elutasította City ahogy viselkedett pirlo elutasította A Milan mert hogy üreg. pogba elutasította A United Moratát Elutasította a Real akkor ott van Evra, aki a united már az túl az öreg volt, együtt, Pontosan. Akkor ha jól tudom, Storrárit is nem tudom, honnan az Istenből hozták vissza. Mert hogy őt is már úgymond elküldte minden csapat. Uh -huh. van olyan emberekkel, akik, akiknek ez annyira, hogy csak azért is megmutatom. Neki biztos az, hogy Bon Morata szerezte a gólt. Azért egyébként ez jellemző, hát az, nem a futballra, ez, hogy, hogy, ez, hogy, a volt játékosok mindig betalálnak a... Igen, ebben az évben ez, 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 teljesen jellemző, ez minden. Tehát csak most végig gondoljuk, mi, mint cselzisek. Mindenki betalált nálunk, úgymond. Tehát Mata, ő pont nem. De meg volt az esélye, de David Luiz, Lampard, akkor tavaly Torres az Atletikónak, akkor nem tudom, uh, idén csak az idei nézzük, ugye Morata kétszer is. Tehát ezt mondom, hogy ezek a pici plusz inspirációk. Uh -huh. Ezek sokat jelenthetnek. Szerintem is. Meg főleg az, hogy azért ugye bennük talán, azon kívül az, hogy talán utolsó esélyük b nyerni, bennük talán pont ez is játszik egyébként, hogy ez a, ez a hogy na most Na most ez, ez az sok össze felgyűlő, mert feszültség, úgymond, ha, már, ha van, mert ja, feszültség emiatt, hogy, hogy ez biztosan, ez most, nem, ez most semmire nem, semmennyire nem volt értelmes mondat. <gül> Aki <laughs> akarja, -e megérti. Igen. Uh... Hát akkor szurkunk a Juvénak, most hát az túlzás, aki barszás, az nyilván a barszána fog, de szerintem mindenki más a Juvénak. Szurkunk egy jó meccsért. Igen, és szerintem a reálosok is a Juvének fognak szurkolni, mert nyilván ellenfél is, meg azért jó, jó, jó jobb magyarázni az, hogy hát az ellenestünk ki, aki megnyerte végül. Na, nekem az jó, ez, ez jó dolog, ez, ez, a kifogás, ez teljesen jó dolog, én mindig ezt mondtam, Mikor <laughs> a jártunk, és a Chelsea kiesett, hogy mikor kiejtett, ugye a United megvett minket a döntőbe, megnyerte, ki balsza kiejtett minket, megnyerte. Meg. Inter kiejtett minket, megnyerte. Az ez, ez olyan, amikor úgy leveszi a válladról a terhet, hogy nem de hogy csak a végső győztes ellen kiesi, nem Úgyis a legjobbtól kaptunk. Ja. <laughs> Még mondjuk idén pont nem. Hát nem. Hát jó, de az a PSG is olyan volt, hogy az kiátszotta azon az egy meccsen magát, aztán meg... Hát igen. Hát ott szó szerint kiátszották magukat, mert körülbelül a fél csapatuk nem volt ott már a következő meccsen. Tehát David is sérült, Tiago Szilva sérült, Beratti eltiltva, Ibrahimovics eltiltva, Matuidi sérült, Izé eltiltva, Ő is eltiltva, az is eltiltva, az is sérült. Az, nekik ott csak a bosszú volt a fontos, de ez már megint más téma. Na, a végére egy kérdés, és akkor lezárjuk ezt a témát. A döntőbe te, ha százalékosan kéne elosztani, melyik csapatnak mennyi százalék esélyt látsz, hogy győzzön? 73 a barszának. Csak én még, egy, egy 60-40-et mondanék. Én egy 70-30-et. Hogyha felépő szóra ez, akkor 80-20. hát igen, mondjuk szóra sokat fog nyomni. Egyébként, ha nem játszik szóra ez, akkor vajon messzibe kerül középre, szerinted? Vagy szerintem akkor az a szokásos az, hogy Pedrót mögé tolják, és akkor Neymar meg messzi. Mm -hmm. Jó, 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 meg van csinálva most ez a Barca kerete. Úgy, Igazából én ezért mondtam, most nem tudom, hogy mondtam-e, vagy csak akartam, hogy ez a Suarez kies, és ezért akkor nagy problémát nem jelent, mi mondjuk, ha mi mondjuk pogba vagy a Juventusnak Pogba hiánya volt. Pogba pont nem, de mondjuk egy pilló az már, az már gond lenne. Hát, ez is olyan, hogy... Pogba is elég húzó ember idén. Hát ez nem játszott az első, hogy semmi is nyertek. Na jó, igen. Második önyör megjátszott a szemét mint amit a legrosszabb statisztikája volt a pályán. <gül> <gül> nem lehet, hogy neki már fejében benne van az, hogy ő már... Ne, ez, ezért mondom, hogy fejébe. a Pogbának most már csak az a lény, Pogbának már ott van a fejében, hogy a nem akart u 18 as játékosból most ő a legnagyobb keresett fiatal játékos. Uh -huh. Ő már azon gondolkozik, hogy milyen lehet az élet a Madridban, vagy Katalóniában, vagy Londonban, vagy Párizsban, vagy Honvédban. Így <laughs> Na jó, van, ha már Honvéd, akkor uh, lezárjuk akkor ezt a döntős, meg elődöntős témát. Van egy érdekes cikk, hogy ugye szinte biztos, hogy uh, 12 csapatosá szűkül le az NBA. Én NBA-ről nem szeretnék beszélni, ezt most. Uh, csak egy, hát igen, csak hogy azért említsük meg, mert azért az elég nagy Visszangot keltett. Hogy, uh... Én úgy vele, hogy az NBA-ről a véleményét tökéletesen kifejti a troll <laughs> én, én, tényleg nem tudok róla többet. Én, én Jó, hát én sem nézem voltam aktívan. Voltam NBA-es mert... csapat közelében, ugye jó Györnél, úgymond amikor mikor felvételizni voltam, stb. Elég volt. Nekem az elég volt. Még, még régen erőltettem magam, hogy kiárjak meccsek, mm. hogy átéljem. Te egy párszor uh, én, én úgy vagyok hogy de... semmi bajom nincs a szurkolókkal, nagyon tisztelem a szurkolókat, nagyon jó szurkolói vannak a magyar labdarúgásnak, de Minket ez nem érdekel? Annyira. Nem, nem azt, hogy nem érdekel, nem tud, addig érdekel. A magyar válogatott meccseken viszont ott, ott fölök a tévé előtt minden egyes alkalommal. Az, az azért bennem van, hogy az baj ilyen ez, egy, ez, ez, ez rám is igaz, mert a magyar válogatott meccseket nem nagyon szoktam kihagyni, nagyon nyomósok kell, hogy kihagyjam, és akármilyen, tudom, hogy az ismerőseim nagy része, akik nem néznek pozíciót, hogy minek nézni? De egyszerűen mindig bennem hogy... de most, igen, most magyar vagy. Igen most az egyszer. Ha már nem nézek vízlabdát, mert az engem végképp nem érdekel. Én még ezt... azt is megnézem. Hát, de igazából a vízilabda az olyan, hogy igazából kb. Egy hat ország veszi komolyan, és azok között ott vagyunk, és, és általában nyerünk. Szóval azért nem olyan, mint a foci szerintem, hogy, hogy gyakorlatilag az, az egész világ komolyan veszi ezt a sportot. Meg ott uh -huh. mindenki a legjobb akar lenni. Na jó, akkor, akkor ezt akkor még vesézzük ki ezt a cikket. Hát, kicsit szomorú vagyok emiatt, mert nem mindegy. Nagyon szomorú azért nem. Na viszont, viszont egy másik, amit ugye a múlkor az adásunkat egy olyan cikkel zártuk, hogy uh, Ronaldo adakozott. És közben. Ne, 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 Nepálnak adakozott. Igen, Nepál, ugye a Földrengés Károsodnak, hogy ő, a, a Save the Children alapítványnak ő, a, utalt 7 millió eurót, és hát ez kiderült, hogy ez nem igaz. Szóval igazából ezt nem tudom, hogy ez most ez Ezen, nem, nem olvastam el a cikket, hogy ez én, én valami olyasmit láttam, hogy valamilyen szinten igaz volt, csak az összeg nem annyi, amennyi. Ez így szól konkrétan a cáfolat, a hivatalos uh, uh, Buzzfeed News-nak adott interjúban, az alapítvány elnöke ezt mondta, hogy a civil szervezet szeretné megköszönni, hogy Cristiano Ronaldo és más befolyásos emberek segítettek a ráirányítani a figyelmet, a földrengés sújtott a Nepál helyzetére, de azok az információk, amelyek Ronaldo pénzadományáról szóltak, hamisak. Ezek szerint... Ö ez egy marketing vagy médiafogás volt? vagy Kétlem, hogy Ronaldo fogta volna, azt kiírja Twitterre, hogy. De igen, de akkor Csígy. ezt hogy terjedhetett el? Szóval, hogy ezt, ezt, nyilván, gondolom, hogy nem ő találta ki, mert igazából ez így, gondol, egy hazugság egy ilyen sztárnál, ez csak visszaütés lehet. Hát, ez de, nem hiszem, hogy ő. De akkor ez valamelyik újságíró ki, tehát, hogy ja, mi lenne, ha, ha Krisztán arra kozna, és akkor, és, akkor ezt, és akkor csak megnövelje az eladást, és akkor túl komolyan vették az emberek meg túl... De, ez pont olyan, hogy... Kinőtte magát ez a hazugság? El, erről most eszembe jutott, hogy annó volt a nyilatkozat Tavaly évben, téli időszakban a United Chelsea előtt, hogy kérdezték Burinyót, hogy ja nem, nyáron, pont nyáron, hogy kérdezték Burinyót, hogy megint szóba hozták a Chelsea-vel Rúnit. Van mi erről a vélemény, azt akkor így elkezdett Rúnyi röhögni, és, és, kihozta szóba Rúnit a Chelsea-vel, és így valamelyik újságíró megszólalt az hogy én Kezdett mindenki röhögni. Tehát ez is most olyan, hogy ez, Ezek ez minden. De az, az valami óriási nyilatkozat volt. úgy elkezd röhögni. Az utána kérdezi tovább az, az idiót újságíró, hogy és egyébként mennyi az igazság? Hát mit tudom én, kérdezze őt. Hát igen. Hát igen, nyilván ezek az újságírók, ezek ugye, ők csak az eladásra foglalkoznak, ezért is tartják őket a legaljasabb ember fajtának egy párszor voltam sajtókonferencián, amikor gyakornokoskodtam, és, és, ültem olyan emberek mellett, akik, akik így azt mondták, megkérdezték, hogy milyen színű lesz a következő mez. Azt mondták, hogy piros, hogy meg felír, hogy narancs, sárga, kék csíkokkal. Na, no. hát, mert... na, hát igen, mert értem, hogy, hogy, ez, ez... Ó, Bonnie betalált ez Swansea Na, akkor megérte igazolni. Ez egy kis élő közvetítés a Manchester van? meccsről. Közben az is kérdőd, hogy Smalling lesz a kapitánya a Unitednek. Az Arsenal ellen. Jó kis meccs lesz, ezt meg is nézni. Úgyhogy befejezzük itt. még, van egy utolsó kis témám, igazából ez csak egy, ez tényleg csak rövid, hogy ugye leigazolt a, United azt a holland fiatal szélsőt. Ne de pály, igen, de Memphis de pály, és hmm. ő a PSV-től érkezett, most hát még nem érkezett, de már aláírta a szerződést, mert túl van az orrosi, meg ilyenek. Viszont amit Fangál, vagy Fangál, Fangál, hogy mostanában ahogy szokott nyilatkozni, kicsit szerintem kezd megbolondulni, vagy én nem tudom, ő konkrétan most Messi, me, na hát, hogy mi van velem. Igen. Szóval Messi ez ö, hasonlította. a szóval a szóval hollandokkal szóval. mindig nagyon. Ö előrébb volt, ebben nem borontság van, ez, ez, teljesen, ez Fahára vagy vonatkozó. Aki ismer egy kicsit Fahának a múltját, az tudja, hogy a hollandokkal nagyon elfogult volt. Tehát amikor egy egész prezentációt épített arra, hogy Strotman a világ legjobb játékosa, akkor tudod, hogy ő csak szimplán szereti ezeket az embereket. Tehát Depay nagyon jó játékos. Én Depayról PSV-ben játszani nem láttam, azt őszintén megmondom, de a válogatottban igen. Én egyszer láttam, Jú hogy összefoglaló, amit pont duplázott. Be fog férni a United kezdőjével, abban biztos vagyok, de nem fog előrébb jutni a United, hogyha védőket nem szereznek. És ugye, hogy hallottuk, Dehel meg is a Real Madridba, úgyhogy egy kapus is kell. Mert Deha idén de Dehel meg... kell a -e Real Madridba, oké, okay. mert akkor mi kezdenek, a... mert ott már tényleg van két normális kapus is. úgyhogy... Épp ez a bajom nekem is, hogy az a Navas, a Keylor Navas, a legjobb kapusnak volt válasz, mielőtt leigazolt a Real, is. Percet nem játszott még. Én nem, én nem értem, hogy most tényleg a kabus posztal van nekik problémájuk, Szentem, hát, Reál az újon névre igazol. Hát Deána most nagy neve volt, úgyhogy. Na jó, van akkor. Szerintem ezzel meg is volnánk. hát. Na akkor ez egy kicsivel rövidebb adás lett. Remélem így most jobban fog tetszeni nektek. Öh, hát nem is tudom, mit, mit mondhatnék még. Jövő héten visszatérünk nagy valószínűség. Nem el a villamos. Igen, vagy egy nem zuhan ránk egy meteorit. Uh, amit egy dinoszaurusz ez. Igen. <laughs> szóval válaszoljatok meg esetleg ti is a, a kérdéseinket, vagy uh, szóljátok hozzá bármelyik témához bátran. Ha uh, esetleg tetszik, amit csinálunk, bla bla, bla akkor iratkozzatok fel, ilyesmi. Küldjetek pénzt! sok polokat pénzt! már csináljuk! Hügyetek igen, polokat. igen, <laughs> Meg zoknikat, meg nem itt. Na jó, hát akkor szerintem szavaztok. Hello.